Szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, örülünk, hogy ezúttal sem felejtették el, hogy tavasszal is várja önöket a Nő kétszer. Nagyon sok mindennel készültünk, itt az Árkádban is nagyszerű dolgokat fogunk önöknek megmutatni, blézereket, kabátokat, madárcsicsergés, itt a tavasz. Nézzük meg, mivel készültünk! Mai adásunkban méregtelenítünk, egy különleges gép segítségével feszesítünk, ellátogatunk egy showbarlangba, és a legújabb tavaszi kabátrendeket is bemutatjuk. Nyakunkon a tavasz, úgyhogy ideje elkezdeni a nagy takarítást. Szerintem kezdjük is a szervezetünkkel egy jó kis méregtelenítéssel. Éppen ezért ellátogattunk a belvárosi Bio ABC-be. Ide fogunk bemenni, és azért, hogy megtudjuk, hogy milyen az a lébőjtkúra, meg egyáltalán a bőjt, és milyenek a bioélelmiszerek, mitől olyan jó. Menjünk be! Nos, hát bejöttünk a boltba, de mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mostani rovatunk nem csak a hölgyeknek szól, hiszen a méregtelenítés a férfiaknak is hasznos. Így van, Major Szilviát kérdezzük arról, hogy hogyan kell hozzálátnunk a méregtelenítéshez, akár egy jó lébőjtkúrához, és tudom, hogy itt számtalan történet van, amiben részt vehetünk, de mindenek előtt azt a hármas egységet fejtsd ki nekünk, hogy hogyan kellene elkezdenünk nekünk ezt a kúrát, tisztítást. Szeretném felhívni a hölgyek figyelmét, hogy nem csak a függönyt és a szőnyegeket kell kipucolni ilyenkor a tavaszi időszakban, és különösen az urak figyelmét is felhívnám, hogy nem csak a Super Shop nagy takarítás szükséges az autójuknak, hanem a saját szervezetünket, a testünket is ki kell takarítani. Erre a húsvét előtti bőjt időszaka a legjobb. A bőjt nem önsanyargatást és nem fogyókúrát jelent, hanem a szervezet méregtelenítését és nagy takarítását. Erre rendkívül jók a lébőjtkúrák, ehhez segítséget nyújt a Bio ABC és büfé a frissen préselt levekkel, búzafűvel, illetve különböző zöldség és gyümölcs levekkel. A hármas egység, amiről az előbb beszéltél, ez a legfontosabb, a vastagbél takarítása. Ehhez is különböző terápiák állnak rendelkezés, kolonterápia, beöntések és egyéb kúrák. A második a máj tisztítása, ehhez is különböző készítmények állnak rendelkezésre, a kurkumától, a mária tövisen át, a lennokcsira olaj és sok-sok minden készítmény. A harmadik pedig a zsírraktárak bontása, ez különösen az ananásszal rendkívül jó, akár rágótabletta formájában, vagy ananász készítmények fogyasztásával. Ehhez szintén segítséget nyújt a Bio ABC és büfé, valamint a Rábcakapi Biokertészet saját termesztésű zöldségei és gyümölcsei. A lébőjtkúrák után rendkívül fontos a bőjt törés, tehát a bőjt utáni időszak, hiszen nem szabad megterhelni hirtelen a gyomrot és az egész emésztőrendszert a húsvéti sonkával, arra is fel kell készülni. Tehát nagyon fontos továbbra is a 2-3 liter különböző gyógytea, illetve ásványvíz fogyasztása, valamint a kisebb mennyiségű párolt zöldségek, zöldséglevesek, párolt rizs, főtt rizs, zabkorpa, zabpehely fogyasztása. Mindehhez segítséget nyújt a Bio ABC és büfé szaktanácsadással, illetve termékekkel, és még egyszer hangsúlyoznám, a Rábcakapi Biokertészet bioterményei. Mi az, amit ilyenkor mindenképpen el kell hagynunk az étrendünkből? Négy legfontosabb dolgot ajánlok, amit el kell hagyni. A fehér liszt, a fehér cukor, a fehér só és a fehér tej. A tejtermékek fogyasztását sem javasolom a bőjti időszakban, hiszen elnyálkásítják a belet, nem jó a szervezetünknek. A bőjt után módjával vissza lehet térni a fehérjék fogyasztására, de ott is inkább javasolnám a zöldségek és gyümölcsök fogyasztását. A hús pedig teljes mértékben el van felejtve. A hús jelen pillanatban, a bőjt idején, amúgy is a test, a lélek és a szellem egysége miatt is el van felejtve. Akkor már adódik a kérdés, hogy mivel pótoljuk mondjuk a fehér cukrot, a fehér lisztet, a fehér tejet. Kezdjük akkor az elején. A fehér cukrot barna nád cukorral, különböző szirupokkal, ilyen mint datolya szirup, rizs szirup, agávé szirup lehet pótolni. Rendkívül jó a stevia, amit magyarul jázmin pakócának hívnak, édes levél. 300-szor édesebb, mint a cukor.
növényi anyag, akár otthon a kertben is lehet termeszteni. Vagy ami most egy felkapott dolog, bár teljesen egészséges, ez a nyírfacukor, aminek a glikémiás indexe nagyon alacsony, tehát cukorbetegek is bátran fogyaszthatják, kandidások, illetve fogyókúrázók is. És nagyon jó a fogakra. Igen, nagyon jó, megelőzi a fogszuvasodást, tehát gyerekeknek is kimondottan ajánlott a xilites, tehát a nyírfacukros rágó, illetve csoki. A Bio ABC-s büfében rendkívül nagy és széles a paletta ezekből a termékekből, komolyan a sütitől kezdve a csokoládé, az egyéb készítmények mind megtalálhatók. A fehér liszt helyett teljes kiörlésű lisztet ajánlanék, akár a tönköly, akár a rozslisztről beszélünk. A rozsnak megint csak alacsony a glikémiás indexe, tehát fogyókúrában és különböző betegségekben, mint cukorbetegség például kimondottan ajánlott. A harmadik a só. Ha már mindenképpen sózni kell, akkor módjával és szigorúan vagy az Atlanti-óceáni só, vagy pedig a Himalája só javasolt. Ezek a 100 forintos jódozott sók igazából nem erre valók. A negyedik a tej helyett pedig rizstejet, zabtejet, szójatejet és különböző növényi tejeket ajánlanék, amik hasonló ízűek, sőt megkockáztatom, ugyanolyan ízűek, és higgyék el, higgyétek el, van élet a tejen túl. Andi, megfogadod Szilvi tanácsait, méregteleníteni fogsz? Én már egy kicsit elkezdtem, a tejet elhagytuk, és próbáljuk így szépen kivenni ezeket a problémás élelmiszereket. Te? Én még nem kezdtem el, úgyhogy van egy kis bűnöm, de biztosan be fogok térni hozzátok, és megnézem, hogy milyen termékek állnak rendelkezésre. Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk, és erre a bőti időszakra kitartást és egészséget kívánunk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Zsírégetés, zsírlebontás, feszesítés, bizony kényes kérdések ezek ma. Kényes kérdések, de mindenre választ kapunk Bertoldtól, legalábbis reméljük. Most elkezdjük egy InBody nevezetű géppel, aztán tovább megyünk egy másik gépre. De mindennek az alapja az lesz, hogy minél jobb formát öltsünk, ugye? Igen, igen. Akkor kezdjük az InBody-val. Az InBody-val, álljál rá. Itt a gépbe beütjük a vendég adatait. Életkor, magasság és gyenge áramot vezet be a lábban és a karokon, és abból számolja ki a test összetételt, tehát az áram, ahogy vissza megy a gépbe, azt abból máshogy verődik vissza a zsírból, izomból és a vízből. Ebből kapunk majd egy képet, hogy hány százalék zsír, hány százalék izom van, és hogy ezek hol vannak a testen lerakódva. Jó, leszállhatsz. Ezt a mérést meg ismételjük a kúra után is, és össze tudjuk hasonlítani, hogy milyen változás jött létre. Hát általában pozitív a változás. Itt a gép életkornak és magasságnak megfelelően egy normál tartományt megad, és itt pedig a vendégnek a mért adatai látszódnak. És akkor, ha már megvannak az adatok, akkor indulhat a kezelés. Igen. Mi az első lépés? Hát először is, hogy milyen test tájon kell kezelni, vagy ki miért jött, hol szeretne karcsúsodni. Úgyhogy be a has kezelésre jött, ugye úgy kell felfekszik, semmi extra nem történik, nem kell külön ruhába jönni, nem kell levetkőzni, elég felfeküdni és az adott testrészt szabaddá tenni ebben az esetben a hasat. Bea lesz most segítségünkre, rajta mutatjuk meg, hogy mit is tud ez a gép. Igazából itt annyi történik, hogy a vákum elszívja a zsírt az izomtól, és az ultrahang pedig folyamatosan kezeli a zsír réteget. Úgy mondhatni, hogy szétbombázza a zsírsejteket, és ez nyirokrendszeren keresztül ürül ki szervezetből. Ennek alapfeltétele, hogy 3-4 liter folyadékot meg kell inni naponta,
Amikor hozzád érkezünk, akkor különböző felületeket kezeld, ha különböző testrészeken is probléma van, vagy először mindig ugyanazt, tehát mondjuk egy kúra a hasra tartozik csak, és akkor utána lehet tovább menni mondjuk a combra. Ajánlott egyszerre egy testrészt kezelni, hatékonyabb úgy a kezelés, de természetesen meg lehet osztani, de én azt szoktam javasolni, hogy először egy testrészt, és utána menjünk át a másik testfelületre. Azt mondtad, hogy 3-4 liter víz. Diétára is szükség van? A víz az kötelező, diéta ajánlott. Tehát diétával lehet segíteni, hatékonyabbá tenni a kezelést, de nem kötelező. Az se mindenkinek mennyi a zsírréteg, ami rajta van, hogy az utóbbi időben, 1-2 év alatt maradt rajta, vagy már egy hosszabb folyamat, 10-20 év, amíg lerakódott, tehát ezek sem mindegy, hogy milyen hosszú idő alatt van az a zsír oda lerakódva, nehezebb azokat felbontani, azokat a zsírkötéseket. Lényeges kérdés, fáj, amit most csinálsz beával? Nem. Mennyi kezelésre van szükség ahhoz, hogy látványos eredményeket tudjunk elérni? Ez is egyén függő, de általában szoktam javasolni 6-12 kezelés, ami szükséges ahhoz, hogy látványos legyen. Nyilván lehet elérni eredményeket egy-két kezeléssel is, de úgy gondolom, hogy 1-2 centi az nem látványos. Tehát ha valaki, ez célfüggő is, de ha valaki azért látványosat szeretne, szükséges ez a 6-12 kezelés. Ez annyira egyszerűnek hangzik. Eljövünk, lefekszünk, kicsit relaxálunk és csinosan távozhatunk. Ez tényleg ennyire egyszerű? Tehát nem kell hozzá egy szike, hogy szépek legyünk? Nem kell, ez ilyen egyszerű. Amit mondtam, ami nehéz szokott lenni, ez a folyadékbevitel. 3-4 liter valakinek, ez nagyon nehéz, hogy ezt megoldja. Ugye ez azzal jár, hogy ha valaki naponta 3-4 liter folyadékot megiszik, hogy nyilván többször megy WC-re, de ez nekünk jó, mert akkor ürül ki a szervezetbe a lebontott zsír. Egy nagyon lényeges kérdés, ha valaki hozzád szeretne fordulni, akkor hol találhat meg? Etóparkban az első emeleten, az Élményszigeten, szeretettel várok mindenkit. Ha már egészségről van szó, akkor muszáj beszélnünk a sóbarlangok jótékony hatásáról. A sóbarlangok jótékony hatását pedig itt tudjuk meg Henijéknél, illetve nem csak a sóról fogunk beszélni, hanem picit az oxigénről is. Maradjunk először akkor a sónál, a sóbarlangnál. Mit fújtok be, hogyan kell elképzelni, kik jöhetnek ide, mindent mondjál nekünk. Évszázadok óta elismert tény, hogy a sós tengerparti levegő és a sóbányák klímája nagyon jótékonyan hat a légzőszervi megbetegedésekre. Erre kínál megoldásra a száraz sóterápiás barlangunk. A lényeg az, hogy a sógenerátor a patika és bányászott kősó keverékét fújja be, porlasztja el és fújja be a barlangrészbe. Ott a barlangban ez a finom porrá őrölt só cirkulál. Ezt a finom porsót szippantják be a vendégeink, és a tüdő legmélyebb hörgőig is lejutva ott fejti ki jótékony hatását. Tehát a só dehidratálja vírusokat, baktériumokat, vizet vonz el tőlük, és így tisztítja a letapadt, lerakódott részeket, és tisztítja a nyálkahártyát. Eddig azt hallottuk, hogy az asztmatikus betegségek nagy gyógyítója a só. És mostanában lehetett arról is hallani, hogy igenis nátha, megelőzés, betegségek megelőzése, tehát sokkal összetettebb ez a téma, mint amire mi gondolunk. Igen, igen, mindenféleképpen alsó-felső légúti betegségekre nagyon-nagyon jótékonyan hat. Arcüreg gyulladásra, visszatérő náthára, akár dohányosoknak a fellépő köhögése, de allergiára is. Ugye most kezdődik ez az allergia szezon, és arra is az egyik legjobb és természetes gyógymód a sóterápia. Milyen panaszokkal szoktak általában benneteket megkeresni, illetve amikor vége van egy terápiának, akkor van esetleg valamilyen mellékhatás, amire számíthatnak?
Mellékhatásról nem tudunk. A sónak van egy olyan jellemzője, mint a homeopátiás készítményeknek, hogy először felerősíti a tüneteket. Tehát a szervezettől függően, akár az első kezelés után is már megindul a váladék oldás, de lehet, hogy a harmadik, negyedik kezelés után indul meg igazából. Ez azt jelenti, hogy tisztul a szervezetünk. Igen, igen, mindenképpen. Tehát a só elfolyósítja a váladékot, és így könnyebben kiköhöghetővé válik az eletapadt váladék. Beszéljünk egy kicsit akkor az oxigénről is. Ez egy oxigénbár, körül lehet ülni, lehet beszélgetni, és közben szippantjuk a jó kis oxigént. Igen, ez mindenképpen, mivel életfolyamataink fenntartásához oxigénre van szükségünk. Az emberi szervezet sem előállítani, sem tartalékolni nem tudja az oxigént, és ezért fontos a folyamatos utánpótlás. Bekapcsolom, és akkor a generátor egy gép, ami a levegőből 95%-os oxigént állít elő, odaadom. Jó. Ezt a headsetet kell a nyakba helyezni, és úgy lehet lélegezni, segítek, jó? Köszi. És akkor itt lehet lélegezni azt a 95%-os tiszta oxigént. Jó az illata. Igen, egy pici kis mentol található az egyikbe. 10-15 perc alatt a szervezet felfrissül, a vér telítődik oxigénnel, és az egész szervezet felfrissül. Akkor én most így maradok 15 percen keresztül, és így beszélgessük tovább. Azt már megbeszéltük a sóbarlang kapcsán, hogy kiknek ajánlott, kiknek javasolt. Kiknek javasolt az oxigénterápia? Az oxigénterápia is inkább felnőtteknek javasolt, mivel az oxigén hiányos állapotban szaporodnak a baktériumok, vírusok, rákos sejtek, ezért az oxigénterápia súlyos betegeknek is ajánlott, meg ettől függetlenül koncentráció, képességjavító hatása van, memóriajavító hatása van, tehát akár egy vizsga időszak előtt is nagyon-nagyon jótékonyan hat. Olyan nincs, hogy én olyan oxigént kapok, ami nagyon jó a szervezetre, de mégis mondjuk elszédülnék tőle, vagy fájna a fejem. Csak kérdezem, hogy mellékhatása van-e? Nem, éppen ez az, hogy fejfájásra nagyon jó, mivel migrénes fejfájás, mivel a vér, tehát a hajszál erek kitágulnak a friss oxigéntől, és ezért fokozódik a vérellátás. És ilyen friss oxigént mondjuk a hegyekbe találunk, vagy hol van a... Igen. Van egy vendégünk, aki Norvégiában dolgozott több éven keresztül, és a múlt héten, amikor kipróbálta, azt mondta, hogy Norvégiában érzett ilyen tiszta levegőt, mint ahogy itt, amit ez a gép állított elő. Két terápiáról beszéltünk, milyen hosszú kezelés szükséges ahhoz, mint a sóbarlang, mint az oxigénterápia esetében, hogy érezzük a hatását? Sóterápiánál általában kúraszerűen ajánljuk, ez 6-12 alkalmat vesz igénybe, de vannak olyan betegek is, akik folyamatosan itt a téli időszakban jönnek. Heti egy alkalommal nagyon javasolt az immunerősítésre. A oxigénterápia, mint említettem, ez folyamatos oxigénpótlás biztosít, tehát ez is amikor éppen fennáll a betegség, vagy amikor az ember úgy érzi, hogy egy picit lehangolt, és akkor szüksége van egy kis nem kávéra, nem energiaitalra, hanem akkor egy friss oxigénre, természetes gyógymódra. Hol találhatnak meg titeket az érdeklődők? Marcalváros 2-n a Mécs László 24 szám alatt vagyunk, és reggel 8-tól este 7-ig vagyunk nyitva hétköznap, és szombaton viszont délután 1 óráig. Mi jönni fogunk, szerintem. Én biztosan. Én a bérletet veszek, és én itt fogok ülni. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük. Hanyag elegancia. Hanyag elegancia. Lassan, de biztosan búcsúzunk a téltől, a hidegtől, úgyhogy most már szemezgethetünk a 2013-as tavaszi kabát kollekcióból. Azért látogattunk el az Árkádba, azon belül is a Time Out-ba, hogy Nikitől megtudjuk, mik a legújabb divat irányzatok, trendek, esetleg a színekről, ha beszélnél nekünk, illetve a fazonban is olyan sok változás történik évről évre. Így van, most nagyon-nagyon divat lett, visszajött ez a balonos jelleg, tehát ezt mutatom is nektek. Ez, ami nálunk most nagyon-nagyon közkedvel, tehát a piros nagyon-nagyon bejött most a divatba, ugye ennek van azért szürke árnyalata, ami azért a Time Out-nak egy alap meghatározó, mert a bézs, a szürke, ez mindig egy állandó, de közben bejönnek azért a mintások, most nagyon nagy divat a színátmenet, akkor nagyon nagy divatok, tehát mindig a minta belekerül a csikoshoz is, a virágos általában mindenhez. Ő egy teljesen natúr szín, ami ugye örök
darab a Time Out-nak, és akkor ezeket pedig ilyen színes kiegészítőkkel, színes sárakkal szokták feldobni, amik most nagyon-nagyon mennek. Tehát most a divet szinte a színnel mindegy, hogy mivel, minél élénkebb, minél most nagyon meg például a menta színek, akkor a lazac színek, amik most nagyon erősen, akkor a virágos, a csipós, a kockás szinte, most mindent mindennel lehet. Akkor a blazer, ami most ugye nálunk meg pláne, tehát mi ez a hanyag elegancia, de inkább ez a sportosan elegáns, ami nagyon megy, és ezt egy lányok farmerral feldobni egy kis színes kis ingel, kabáttal, most vannak kiegészítők is, tehát ezekkel nagyon-nagyon jól fel lehet dobni. Említetted ezt a balonfazont, fontos, igen, hogy milyen a szabásvonal? Tehát inkább a szűk, vagy a azt bő? Azt tudni kell, hogy ez egy egyedi dolog. Nem arra megy, hogy milyen az alakod, hanem hál' Istennek nálunk nem csak a top modellek úgymond, hanem bárki megtalálja magának, mert olyan szabásvonalak vannak, amin szinte mindenkinek jól áll. Tehát egy kabátban is ezek az öv részek, tehát te alakítod ki. Valaki, aki sportosan akar egy picit hordani lezseren, az úgy hagyja lazán, akkor meg lehet ugye húzni ezzel, karcsúsítod az egészet. A balonok alja is egy picit, egy kicsit kimegy harangvonalba, de nem nagyon, tehát inkább az egyenes. Az mi a helyzet a hajszínnel? Kinek mi áll jól? Hát ugye most ez a tényleg ez a színcindel mindenki mindennel, tehát aki vörös az viszi a zöldeket, akkor a narancssárgákat, akkor ezeket a terrakotta színeket. Tehát most az, hogy a barna hajóknak minden jól áll, a szőkéknek szinte minden jól áll, tehát igazából nincs olyan nagy megkötés szerintem. Meg nagyon aranyosak ezek a kis kiegészítők, tehát hogy feldobják a egyszerű kis fazont, annyira jól fel lehet dobni. Ilyet többet is találunk nálatok egyébként? Igen, tehát mi figyelünk arra, tehát a gomboknál is van mindig egy külön megkülönböztetés. Akkor vannak olyan dolgok, mutatok nektek, akár egy farmer szoknyán. Tehát mindig vannak vagy a zsebek, tehát vagy a hímzések, vagy a virágminták, akkor van nekünk ez a kis macis logónk is, tehát maga ez a pici kis maci jelzés. Uh-huh. De tényleg mindig a kis, tehát ingekbe is például egy csíkos ingnek, ha visszatűröd az alját, akkor tehát ennek is láthatod, hogy mindig igyekszünk, tehát nekem is most van egy csíkos ingem, aminek virágos ugye az ujja, a gallérja, tehát mindig egy kis feldobott rész van, igen, egy kicsi mindig van benne. Nagyon fontos, hogy azért ilyenkor még a reggelek hűvösek, ezek a kabátok bélésesek? Ők már nem. Ők már a tavasziasabbak, ott mellettetek van esetleg olyan, ami még béleltebb. Nagyon jó anyaga van. És igen, és ebbe is megtalálunk valamit. És mindig, valami kis... vagy a hímzés, tehát maga alapba ez a hímzés, ami rajtam is láthatjátok. Tehát mindig van benne valami, ami mégis azért az a kicsit hanyagabbá teszi az eleganciát, de, tehát kicsit sportosabbá, de mégis benne van. Tényleg igaz az, hogy a blazerrel most nagyon nagy divat a pulcsi, tehát hogy egy kicsit olyan kötöttes jellegű kis puha anyagokat vesznek akár blazer alá is? Hát nálunk is vannak ezek a lazábbak például, ami fent van a babán is, ugye? Tehát ezeket szokták. Tehát most nagyon nagy divat, hogy a blazer alól kilóg, vagy egy farmer jacky alól kilóg, ugye? Meg minél rövidebbek a kis kabátkák, és annál hosszabb alatta a pulcsi, az inga. Igen, ez most ilyen divat, ezt most nagyon szeretik. Adri, próbáljunk néhányat. Szerintem is, Niki nagyon sok mindent megmutatott nekünk, úgyhogy bújjunk bele. Bújjunk.
nehéz mindig a búcsú, de hát sajnos csak ennyi fért mai adásunkba. Ennyi bizony, de ne felejtjék, hogy egy hónap múlva ismét kalandra hívjuk Önöket. Viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál. A műsorvezetőt a Mélyócsix és a Rúzs öltöztette. Rúzs, stílus, divat, elegancia.